Egy szurkolói ankétra megyünk még hozzá, nem is olyan nagyon messze. Itt Újpesten lesz ez megtartva. És hát az a különlegessége, hogy ilyenre régen volt példa, ugyanis Roderick du Châtelet tiszteletét teszi. Ezért is van az, hogy azt hiszem 13-ára volt eredetileg meghirdetve, de aztán karanténba kellett vonulnia, és valószínűleg ez most zárult le. És hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz, illetve hogy lesz ez, miután olyan régen volt ilyen esemény, hogy nincs erre most pillanatnyilag ilyen nagyon közeli múltból emlékem. Egyrészt, másrészt pedig van egy olyan körülmény, ami remélem, hogy nem fog beválni az én bal sejtelmem. Ugye előre fel lehetett tenni kérdéseket, ezeket a honlapon meg is jelentették, és én remélem, hogy nem csak arról fog szólni az ankét, hogy ezekre a kérdésekre megválaszolna, aztán mindenki mehet Isten hírével, hanem lesz adott esetben párbeszéd is élőben. És még amit el kell mondanom, és ez nagyon fontos dolog, az ultrák jelezték, hogy ők nem feltétlen lesznek jelen, illetve nem lesznek jelen, hiszen nekik a tárgyalási alap az egyetlen és igazi címer visszaállítása. Ugye most egy ilyen valami Michurin megoldást választottak, ami nem az igazi megoldás az ultrák szerint. Én azért azt gondolom, hogy de hát ezt majd meglátjuk, ők képviseltetni fogják magukat, csak nem feltétlenül lesznek aktívak, de természetesen ez az ő dolguk, nyilván az ő megítélésük, illetve az ő véleményük az nem feltétlenül olyan, amelyet bármikor és bárkivel megosztanak, ami nagyon helyes, hiszen az ő szurkolói társadalomban elfoglalt szerepük szerint ennek így van rendje. Mi pedig tájékoztatni fogjuk a szurkolóikat, a nézőinket, hogy mi történt, aztán megpróbáljuk Igen. mindezt. Igen, hát még azt nem tudjuk, hogy tudunk, mint tudunk felvételeket készíteni. És egyebek ezt tisztázandó, viszonylag korán meg fogunk érkezni a rendezvény helyszínére, és akkor ezek a dolgok kiderülnek, de mindenféleképpen valamilyen anyagot fogunk készíteni, kifejezetten tájékoztatási céllal, és hogyha már tegnap felvetődött az, hogy és ez most majd kinek jó, vagy kinek használ, vagy kiért csináljuk, senkiért tájékoztatás. És maradjunk ennyivel. Hát itt vagyunk a Újpesti Rendezvényközpontban, azt hiszem így hívják most, és mutatok két dolgot nektek. De van egy furcsaság, ez nem termékreklám, hanem az a furcsaság, hogy ezt én kértem, ezt pedig a Józsi. Ezt csak most vettük észre, úgyhogy erre a nagy flashre gyorsan elmondtam. A lényeg, hogy sajtónyilvános az esemény, úgyhogy ezen az eseményen, vagy erről az eseményről tudunk titeket a lehető legjobban tájékoztatni, és ezt nyilvánvalóan meg is fogjuk tenni. Közben az est speakere megérkezett ide. Egy pillanatra. Igen, lila-fehér jó estét kívánok. Ugye ismerős a hang? Szervusz, Laci. Szervusz. Na, ugye ismerős a hang? Ja, hogy a nézőknek? Remélem. Remélem. A magyar válogatott és az Újpest hangja. Magyar válogatott, mert csak ex. Ja. Most már csak ex, igen. Jó, hát majd valamennyire igyekszem narrálni ezt az egész eseményt, meg kordában tartom az indulatokat, azt nem tudom, mennyire sikerül. Nem, de hát, hogy a feltett kérdéseket igyekszem én kicsit így. Mit vársz az eseménytől, azt megkérdezem? Hát én mit várok az esemény? Feszült hangulatot alapvetően. Az a helyzet, hogy nincs ebben titok. Volt egy link, ahova érkezhettek kérdések, és érkezett is nagyon-nagyon sok kérdés. Ugye a sajtóosztály ezt igyekezett összefésülni, mert hát nagyjából hasonló témákban érkeztek a kérdések. És meg kell, hogy mondjam, hogy a trágárságokat nyilván kigyomlálva, tulajdonképpen a kérdések azok átmentek a szűrőn, úgyhogy ott van minden, ami érdekli a szurkolókat. Nem tudom, mik, szóval igazság szerint én magam is kíváncsian várom, hogy mi fog kisülni az egészből, de kétségtelen, hogy a belemenős és a szurkolókat valóban érdeklő kérdések is ott vannak a papíron, úgyhogy... Kíváncsian várjuk, mert azért így külső szemlélőként elég furcsa, hogy a belga tulajdonos talán, nem is tudom, mikor volt utoljára ilyen. Régen. Volt egyáltalán ilyen?
Hát volt, de az még az ő irájának a kezdetén, igen. Igen. Én is pont azt mondtam még ugye az előzőekben, hogy nem is emlékszem egy ilyen eseménynek most az Újpestnél szokásos gyakorlatára, igen. Hiszen annyira régen volt. Igen, igen, de szerintem igen. Téged elengedünk. Jó, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Van, és hát sok sikert a működéshez. Fú, hát köszönöm. Remélem, engem nem dobálnak meg paradicsommal. Köszi, szia. Na, hát ez egy ide elég igen. Érdekes. Jöjjünk le. Na, hát itt tart a dolog. Szurkókat nem veszük föl természetesen, mert tiszteletben tartjuk mindenkinek a személyiségi jogait is, a szurkolói no name, no face, ez nálunk is működik. Így van. Úgyhogy amennyire csak lehet, nem fogunk szurkolókat mutatni, azért vannak jó páran itt jelen pillanatban. Így van. Így azt mondták, 200-an regisztráltak körülbelül? Én úgy emlékszem, aztán igen, mert hogy ugye a távolság megtartása miatt van most ezen a helyszínen ugye ez a rendezvény, hiszen meg lehetett volna tartani a stadion ennek megfelelő termében is, de ott a távolságtartást nem lehetett volna biztosítani, ezért kellett egy jóval nagyobb termet kibérelni erre az eseményre, ezt megtudtuk. Hát így szerencsés módon nem kell maszkot viselnünk, ellenben nyilván a távolságtartás szabályai azok élnek, amit a Kristi Lacival sikeresen felrúgtam ugyan, de hát miután egy vér csörged ez az ereinkben, nem hiszem, hogy meg tudnánk egymást fertőzni. Most itt milyen esemény utániak vagyunk, nem annyira tabletta. Egy dolgot azt biztosan leszögezhetünk, hogy az időt azt nem sajnálták erre az ankétra. Az összes többivel kapcsolatban rettenetesen vegyesek az érzéseim, de én egy nagyon fontos dolgot láttam, ami tényleg egy új információ. Hát azt nem mondom, hogy truváj, meg azt sem mondom, hogy ez ennek, szóval logikailag megint csak nem illik a képbe, de most a címer visszaállításának feltételeként egy új dolgot hallottunk, méghozzá azt, hogy az UTE a 0,25%-os tulajdon részét, amit az UFC-ben tart fenn, ennek az átadása egy feltétel az egyetlen és eredeti címer visszaállításának. Eddig ezt nem hallottuk. Az összes többi, amit hallottunk így a klubbal, a címerrel kapcsolatban, ott igazából nagyon nagy újdonságok nem hangzottak el. Gyakorlatilag az eddigiek, amiket hallottunk, az eddigiekről szólt csak egy kicsit pepitában. Amit a játékosoktól hallottunk, és amit az edzőtől hallottunk, az egy más kérdés. Azt én egy kicsit olyan módon kívül is helyezném a dolognak, hogy itt a tulajdonos jelenlétében az alkalmazottak, hogy mit mondanak, az egy teljesen, hogy is mondjam, érthető okokból nem feltétlenül objektív. Én ezt nem is bolygatnám ezt a kérdést, mert itt egzisztenciákról, megélhetésekről van szó, úgyhogy innentől kezdve ez nem annyira érdekes. Egy dolog viszont fontos, az, hogy én azt gondolom, hogy a helyzethez mérten, meg úgy általánosságban is, szerintem kulturáltan lement ez a dolog. Ezúttal nem érheti az a vád a megjelenteket, hogy nem lehetett velünk beszélni, hogy nem hallgattuk végig azt, amit egyébként már nagyon sokszor hallottunk, és hát az igazság tartalmával nem mindig értünk egyet. És hogyha a speakerünk, Kristi Laci elköszönő mondataiban elhangzottak, végül is valóra válnak, hogy ez egy új kezdet abból a szempontból, hogy továbbra is rendszeressé válnak, vagy rendszeresek lesznek, nem továbbra is, hogy ezúttal most már innentől kezdve rendszeressé válnak ezek az ankétok. Az egy pozitívum, de összességében, és hogyha teljesen globálisan nézem, valójában nem láttam az említett 0,25%-os tulajdonrész megvásárlási szándékát
tól eltekintve semmi olyat, ami újdonság lett volna. Viszont annak nagyon örülök, hogy tudtuk ezt számotokra közvetíteni, meg tudtuk mutatni, első kézből megkaphattátok, láthattátok azt, hogy itt pontosan mi történt, nem kell mendemondákra alapozni, mindenki kialakíthatja a saját véleményét, ha megnézi a megjelent videókat, amelyeket egyébként a Facebookon megnézhettek, de hamarosan a YouTube-ra is felkerül, mert kinek milyen szokásai vannak, ki hol szereti megnézni, mi erre lehetőséget biztosítunk. És én több véleményt nem is szeretnék mondani, mert én azt gondolom, hogy mindenki alakítsa ki a saját maga véleményét, saját maga álláspontját azzal kapcsolatban, ami elhangzott. Mondom, nekem ez az egyedüli újdonság volt, ez a 0,25%-os tulajdonrész kérdése. Az összes többi számomra nem hatott az újdonság erejével, de nem is a mondani valóm volt a lényeg, hanem az ottani hangulaton, azon, hogy történt ez, mint történt. Szerintem nagyon sok olyan következtetés levonható, ami a Újpestnek úgy általánosan a helyzetére magyarázatot ad. De én ebben most nem megyek bele, mert ez tényleg már rátok bízom. Legyen ez a ti egyéni meglátásotokra bízva. És hát várjuk majd a hozzászólásaitokat, hiszen nagyon kíváncsi vagyok én magam arra, hogy amit én összeraktam képet, az vajon másnál, másoknál, nálatok hogy áll össze. Érdemes erről beszélgetni szerintem.